Köszöntöm közéleti magazinunk nézőit, Gödrey Zoltán vagyok. Több mint 100 magyar és külföldi szakértő dolgozik tavaly nyár óta a paksi atomerőmű bővítéshez kapcsolódó létesítési engedélykérelem feldolgozásán. Ezt az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója nyilatkozta televíziónknak. Fittinger Gyula szerint a több mint 283 ezer oldalas dokumentumcsomag vizsgálata az OHA történetének eddigi legnagyobb feladata. A tavaly kezdődött pandémiás helyzet az Országos Atomenergia Hivatal munkájára is komoly hatással volt. A Paks 2 létesítési engedélykérelmét éppen feldolgozó szervezet munkatársait már hónapokkal ezelőtt felkészítették a távmunkára. A már meglevő atomerőművi blokkok és a Paks 2-höz kapcsolódó kiszolgáló épületek ellenőrzéseit viszont muszáj volt személyesen elvégezniük a hivatal munkatársainak. Ezért ezeket a rutin feladatokat a járványügyi előírások szigorú betartása mellett teljesítették. 2020 tavaszán itt megoldottuk azokat a műszaki kérdéseket, hogy ellássuk a kollégákat számítástechnikai eszközökkel, illetve megoldjuk az ügykezeléshez kapcsolódó, iratkezeléshez kapcsolódó problémákat, rendezzük a szükséges folyamatokat. Tehát ilyen szempontból ez nem jelentett problémát. Az Országos Atomenergia Hivatal történetének legnagyobb volumenű feladata az új paksi blokkok létesítési engedélykérelmének feldolgozása. A több mint 283 ezer oldalas kérelmet tavaly június 30-án adta be a Paks 2 ZRT a szakhatóságnak. Ezt akkor Süli János, a bővítésért felelős tárca nélküli miniszter jelentette be. A hatóságnak onnantól 15 hónapja volt arra, hogy a kérelmet elbírálja, és ha mindent rendben találnak, akkor 2021 végén a főépület létesítési engedélyt kaphat. A mérnöki mellett nagyon komoly fordítói munkára is szükség volt az iratanyag kidolgozásakor. Tavaly nyár vége óta pedig az Országos Atomenergia Hivatalnál több tucat ember dolgozik folyamatosan az engedélykérelem feldolgozásán. A hivatal létszámából körülbelül 100 fő az, aki foglalkozik ezzel a kérdéssel. Jelenleg vagyunk nagyjából 180-an. Ez egy igen jelentős létszám, aki ide át van csoportosítva. Ezzel párhuzamosan a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség szakértői is részt vesznek az engedélykérelem vizsgálatában és feldolgozásában. Az OAH a járványhelyzet miatt az elmúlt hónapokban az online térben tartotta meg a társadalmi tájékoztató programjait, de az idei tervek között egy paksi közmeghallgatás is szerepel, ahol részletesen beszámolnak majd az addig elvégzett munkáról. Mindenképpen lesz egy közmeghallgatás paksi helyszínen. Jelenleg ugye vannak korlátozások a járványügyi eljárásokból adódóan, ahol ez korlátozott. Mi bízunk abban, hogy ez meg fog szűnni, és akkor egy teljes körű közmeghallgatást tudunk majd tartani paksi helyszínnel. A létesítési engedélykérelem mellett a felvonulási épületekhez szükséges kérelmek elbírálását is folyamatosan végzik az OAH munkatársai. Tavaly 10 épületre adtak építési engedélyt, idén januárban pedig további 2-re. A nukleáris engedély kiadása pedig az idei év végére várható. A reaktor épület tényleges építése ezt követően kezdődhet el. 400 millió forintból épül új óvoda és bölcsöde Gerjenben. A beruházás egy toppos pályázat keretében valósul meg. Az alapkőletételén Süli János, a paksi atomerőmű bővítéséért felelős tárca nélküli miniszter, a térség országgyűlési képviselője azt mondta, Gerjen több irányból megközelíthetővé válik a különböző fejlesztésekkel, így szükség van a helyi infrastruktúra bővítésére, gyerekek elhelyezésére alkalmas oktatási intézmények létrehozására is. Fehérvári Tamás, a Tolna megyei közgyűlés elnöke pedig arról beszélt, hogy a topos pályázatoknak köszönhetően már 30 milliárd forint értékben valósultak meg fejlesztések az országnak ezen a részén. Elhelyezték az új korszerű óvoda és bölcsöde épületének alapkövét Gerjenben. Ez a település számára rendkívül fontos beruházás, mivel 5 év alatt megduplázódott a gyerekek száma.
Nagyon nagy szükség volt erre a beruházásra, illetve ennek az épületnek a megépítésére, hiszen a régi óvodai épület, pontosabban még a meglévő óvodai épületünk, amit mi már úgy azért emocionálisan régi óvodai épületének nevezünk, látva azt, hogy már egészen előre haladott a nálunk ebben a beruházásban. De nagyon sok munkálatot venne igénybe ahhoz, hogy tényleg a mai modern kor követelményeinek megfelelő épületet tudjunk biztosítani a gyerekek számára, és hát ezért döntöttünk úgy, hogy megpróbálunk egy területi operatív programos pályázatot még 2016-ban, és hát most értünk el odáig nagyon nagy örömünkre, hogy egy ilyen nagyon szép, impozáns épületet tudhatunk magunkénak. És amit azt gondolom, talán a legfontosabb megemlíteni, hogy azért egy új szolgáltatással is bővülünk, hiszen eddig csak óvodai ellátásunk volt a településen, és most egy bölcsödét is tudunk majd nyitni szeptembertől. Ez azt jelenti, hogy 14 kisgyermeknek az elhelyezését tudjuk biztosítani itt a településen, és hát nyilván egy új, modern, korszerű épületbe, új eszközökkel, tehát azt gondolom, mondhatom azt is nagyon bízom benne, hogy álom lesz itt dolgozni, és a gyerekeknek is álom lesz ide érkezni ebbe az épületbe. Az óvodában, hogy ez egy kétcsoportos óvoda lesz, tehát alapvetően 60 gyermek elhelyezésére tudunk jelenleg biztosítani ellátást. Én bizakodom benne, hogy későbbiekben majd új csoportszobákat tudunk létesíteni, hogy a településünk egyre bővül és nőni fog. A fejlesztés jóvoltából már nem csak óvodája, hanem egy 14 fős bölcsödéje is lesz a településnek. Az épületben egy kétcsoportos óvoda, torna és sószoba is helyet kap. A csoportszobák száma tovább bővíthető, amennyiben szükség lenne rá, márpedig biztosan többen fognak letelepedni a településen Paks közelsége, a közeljövőben megvalósuló út- és lakópark építése, valamint a Magyar Falu program és a családtámogatási rendszerek miatt. Kinyílik a világ Gerjen előtt, így szükség van ezen fejlesztésekre, fogalmazott Süli János, a paksi atomerőmű bővítésért felelős tárca nélküli miniszter, a térség országgyűlési képviselője. Fele már Paksról meg volt tervezve egy 4 méter széles összekötő út, hogy a zsáktelepülés jelleget feloldjuk, és akkor neked megkerülve tudjanak akár eljutni az erőmű, vagy akár Paksra az itt élők. De akkor a híddal át kellett mindent gondolni, mert ha egy forgalmasabb híd van, akkor nem 4 méter széles út, hanem 6 méter széles út, akkor ez úgy kitágult a település lehetőségem, akkor ide lehet lakóparkot is, lehet kikötőt is, majd hosszú távon lesz naperőm is, nem sokára határba. Tehát azt gondolom, hogy az egyik legtöbb lehetőséget az Gerjen fogja pont a Kalocsait közelsége, az új bekötőút, tehát ebből a szempontból is. A kormány családtámogatási rendszere és egyéb fejlesztési források jóvoltából Tolna megye kis településeire is többen költözhetnek a jövőben, emiatt is szükség van új utakra, oktatási intézményekre, fogalmazott Süli János. Tulajdonképpen a ember, ha szétnéz, akkor számtalan lehetősége van, és akkor ennek eredményeként ide is fiatalok fognak letelepülni, olcsóbb a telek, aztán itt is fog emelkedni. Biztos, mert ugye minden ott a kereslet kínálat van, megy, de ma még sokkal egyszerűbb, mondjuk akár Paksról is kitelepül, és ha az új út készen van, akkor tulajdonképpen alig van messzebb, mint ha Paksnak a túloldaláról jönnénk dolgozni az erőműbe. És az is egy új lehetőség, hogy akkor Kalocsára is bármikor át lehet ugrani egy történelmi érseki központba, ahol a komp eddig lehetőséget biztosított, de a híd meg a közút az egy másfajta mindennapi lehetőséget fog biztosítani. Ez ide települő ipartól kezdve számtalan lehetősége lesz a városnak, és akkor ehhez gyerekintézmény, bölcsöde, óvoda, iskola kell, hogy a szülők pedig nyugodtan végezhessék a munkájukat, mert tudni fogják, hogy a gyerekek szép új létesítményben vannak, egészséges, nem nedves régi épületekben, hanem új épületekben. Mintegy 400 millió forintos topforrásból valósul meg a beruházás. Tolna megyében több mint 30 milliárd forintnyi Európai Uniós támogatásból épültek, szépültek a települések az elmúlt években. Fehérvári Tamás, a források elosztásáért felelős Tolna megyei közgyűlés elnöke azt mondta, munkatársaival azon dolgoznak, hogy a jövőben megérkező források is megfelelő helyre kerüljenek. Az a cél, hogy Tolna megye olyan része legyen az országnak, ahol szívesen telepednek le az emberek. Ehhez kellenek a különböző oktatási intézmények is. Már készülünk az úgynevezett top 2-n, de szerintem nem is top 2 lesz, hanem ez egy elég új alapokon álló, de további fejlesztési lehetőségeket tartalmazó pénzforrás.
ami azt hiszem, hogy magyar forrás lesz. Egyelőre ugye nem látjuk a külföldi lábát, de szerintem ez teljesen mindegy, az a lényeg, hogy lesz. Ami azt jelenti, hogy a településeinken, Tolnamegye településein is lehet álmodni. Ki lehet találni, hogy mi lesz a jövővel. A gerjeni óvoda és bölcsőde kialakítása várhatóan idén ősszel fejeződik be. Új bölcsőde épül Nagymányokon. A 135 millió forintos állami támogatásból készülő épület az óvoda kibővítéseként jön létre, és előre láthatólag nyárra már el is készül. A tervek szerint 12-14 fővel indulna szeptembertől a bölcsődei szolgáltatás, ami újabb munkahelyeket teremtene a településen. Itt lesz egy összekötés, mert a konyha az ki fogja szolgálni a bölcsődét. A nagymányoki polgármester épp azt mutatja, hova épül az új bölcsőde, és hogyan kapcsolódik majd az óvoda épületéhez. Van egy mini óvodai csoportunk. Valamikor azt hittük 10 évvel ezelőtt, ez egy borzasztó nagy épület, föl se tudjuk tölteni, most eljutottunk odáig, hála Isten, hogy kicsi lett az óvodán, ki kell venni bele az óvodai csoportot, illetve a bölcsődei csoportot. Nyertünk pályázaton 135 millió forintot egy ehhez az épülethez kapcsolódó bölcsődei rész létrehozásához. Itt annyit kell tudni, hogy azért a kiszolgáló létesítmények egy része az egybe lesz, tehát a konyha és a összekötő rész az egybe lesz ezzel az épülettel, így férünk bele ebbe a pénzbe, nyögve nyelősen, de meg lesz. Kész a közbeszerzés, megvan a kivitelező munkaterület átadás, megtörtént. Tegnap meg ma már fölvonul a cég, hordják a gépeket, építőanyagot, és a befejezés, hát úgy szeretnénk, hogy szeptemberben már működjön engedéllyel. Az állami támogatásból épülő rész alapterülete 300 négyzetméter lesz a tervek szerint. Egyelőre egy csoportszobánk lesz, aztán úgy terveztük, hogy ha majd esetleg szükség lesz rá, akkor hozzáteszünk még egy csoportszobát, de úgy gondolom, hogy ez a tendencia marad, ami most az elmúlt 10 évben megfigyelhető volt Nagymányokon, akkor körülbelül 6-10 év múlva, mire kinőnénk ezt a bölcsődei csoportot, addigra egy új óvodát is kell építeni. 12-14-jel tudunk indulni majd, de ez azt jelenti, hogy a mini bölcsünk csak 6-8 fővel tud menni. Ha innen kivesszük ezt a 6-8 főt, akkor ugye duplázni tudjuk az ottani létszámot, illetve itt felszabad egy csoportszoba, ahol mondjuk 25 óvodás még be fog férni. Egy nagyon kellemes állapot, amire soha nem gondoltunk volna. Ebben úgy gondolom, hogy benne van az is, hogy Mányokon van munkahely. Eladó a házunk, meg lakásunk már nem nagyon van, mert minden szinte azonnal el kell, de hát az ipar mindent húz magával. Az új épület új munkahelyeket is teremt a településen. A polgármester elmondta, hogy 3-4 kisgyermekgondozóra biztosan szükség lesz szeptembertől. Akár a virágföld is helyettesíthető a feldolgozott fenyőfákból. Tolna megyében január 11-én kezdődött a kihelyezett karácsonyfák elszállítása és azok komposztálása. A Szekszárdi Aliszkaterra Kft. Termelés szervezője azt mondja, közel 6 hónap alatt készül el a felhasználásra alkalmas zöld trágya az örök zöldekből. Vízkereszt, azaz január 6-a napjával hivatalosan is elérkezett a karácsonyfa lebontásának az ideje. Ezek a fenyőfák pár hete még feldíszítve álltak valaki otthonában. Most már azonban az útszélén várnak arra, hogy január 25-én elszállítsák őket. Szekszár településről a fenyőfák elszállítása január 11-én és 25-én fog megtörténni. Arra kérjük a lakosságot, hogy az adott szállítási napokon reggel 6 óráig úgy helyezzék ki a karácsonyfákat a hulladékgyűjtő edények mellé, hogy azokon ne maradjon dísz és egyéb csomagolóanyag, valamint hogy a gépjármű forgalmat, illetve a gyalogos forgalmat ne akadályozza. A januári elszállítási időpontokban kizárólag a karácsonyfákat helyezzék ki a közterületre a hulladékgyűjtő edények mellé. Más zöld hulladékot, illetve a műfenyőket nem fogjuk elszállítani. Ezeket a hulladékudvarainkban nyitvatartási időben díjmentesen elhelyezheti a lakosság. Sokan nem is sejtik, hogy pontosan mi történik a fenyőfákkal, miután elszállítják azokat. Mögöttem látható a komposztprizma, és ott a sarokban pedig a késztermék, ott történik az utóérlelése. A komposztáló telepünkre beszállított zöld hulladékot ledaráljuk, itt 4-6 cm-es apríték készül belőle. Az aprítékot ezután megfelelő mértékben vegyítjük a többi beszállított zöld hulladékkal, beállítjuk a nedvesség tartalmát, ezután történik meg egy zárt, irányított komposztálási folyamat, majd 4-6 hét múlva, amikor az első érlelési fázis megtörtént,
akkor kibontjuk a komposztprizmát, az elkészült komposztot lerostáljuk, majd egy utóérlelés következik, ami körülbelül 4 hónapot vesz igénybe. Nagyjából 5-6 hónapot vesz igénybe a teljes komposztálási folyamat, ez nyilván időjárási viszonyoktól függ. Érlelés után pedig értékesítik az elkészült zöld trágyát. Gyakorlatilag a lakók találkozhatnak vele Szekszárd közigazgatási területén, mert a tavalyi évben jelentős mennyiségű komposztot szállított el a városüzemeltetés és a virágos kertekbe került, illetve kiskerti hasznosításra, talajjavításra, tápanyag utánpótlásra megfelelő. A tavalyi évben több mint 32 tonna fenyőfát gyűjtöttünk össze. Ez egyébként az éves beszállított zöld hulladék mennyiségnek csak a töredéke. Éves szinten több mint 4000 tonna zöld hulladékot dolgozunk fel. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!